némi odafigyeléssel és minőségi festékkel hibátlan falfelületeket varázsolhatunk otthonunkba. Nézzük a festendő felület állapotát és minőségét. Nézzük meg alaposan, hogy lazaréteg, repedés, esetleg beázásra utaló hiba vagy penészfolt van-e a falon. Ellenőrizzük a felület nedvszívó képességét is. Rossz állapotú falra soha ne hordjuk fel a festéket, mert munkavégzés közben a lazarétegek leválhatnak, a festék nem tapad megfelelően a felületen. Ha az állapotfelméréssel megvagyunk, javítsuk az esetleges falhibákat. A glettanyag felhordása előtt készítsük elő a felületet, kaparjuk le a laza, máló részeket. Portalanítás után megfelelően higított mély alapozóval kenjük át a falfelületet, majd száradás után következhet a folt tapaszolás. Minden fázis elengedhetetlen, bármelyik elmaradása gondot jelenthet. Gyakori hibának számít, ha a glettanyag vízzel való bekeverése után nem megfelelő állagú. A megfelelő állagú glett vajszerű, a túlhigított, puhább glett száradás után porhanyós, repedezett lesz. Hiba lehet még, ha túl sok glettet keverünk be egyszerre, és a kötési időn túl használjuk fel. Minden esetben olvassuk el a gyártói utasítást. Legyünk körültekintőek a szerszámok megválasztásakor is. Rozsdás, görbe, csorbaglettvasat vagy spaklit ne használjunk. A glett teljes száradása után újabb csiszolás következik, ennek elmaradása egyenletlen falfelületet eredményezhet. A portalanítást se hagyjuk ki, a festékréteg megfelelő tapadását veszélyeztetheti ennek elmaradása. A festékréteg felhordása előtt javasolt mélyalapozni a felületet. A mélyalapozó használata kiegyenlíti a felület nedvszívó képességét, javítja a festékréteg tapadását. Ezt a lépést nem érdemes kihagyni. A mélyalapozás elhagyása a sötétebb árnyalatok esetében szinte biztos, hogy foltos falat eredményez. A felhordást alulról felfelé egyenletesen, megfolyásmentesen végezzük. A mélyalapozó higítására vonatkozó gyártói utasítást minden esetben tartsuk be. Az alapozó száradás után nem képezhet sötétebb, fényes, lakszerű réteget, mert ez a túladagolás jele. Mielőtt kiválasztjuk a falfestéket, érdemes átgondolnunk, milyen funkciót tölt be a helység. Ma már olyan felhasználóbarát festékek közül választhatunk, amelyek egyrétegűek vagy dörzsálóak, esetleg levegőtisztító tulajdonságúak, így a munka könnyebbsége mellett szép és tartós felületeket kaphatunk. Nagyobb igénybevételű helységekhez érdemes lemosható és dörzsáló festéket választani. Festéskor elkövetett hibák közé sorolható, ha nem megfelelően higítjuk a falfestéket. A gyártó által javasolt higítási arányokat tartsuk be, arra is ügyeljünk, hogy a higításhoz nem csapvizet, hanem ioncserélt vizet érdemes használni. A festékanyag felhordásához is válasszunk megfelelő szerszámot, vegyük figyelembe, mit igényel a választott festék. Nagy felületek festése előtt végezzünk próbafestést. Gyűjtsünk inspiráló ötleteket, nézzük meg egyes színek hogyan mutatnak egymás mellett, vizsgáljuk meg eltérő fényviszonyok között is az adott árnyalatot, ezzel elkerülhetjük a későbbi csalódást. A festés irányára és módjára is figyeljünk. A függőleges felhordás mellett enyhe keresztirányú mozdulatokkal egyenletesen oszlassuk el a festékanyagot. Ennek elmaradása is csíkos, foltos falakat eredményezhet. A munka végeztével megfelelően mossuk el az eszközöket, a maradék festéket pedig körültekintően zárjuk le, hogy egy esetleges későbbi javításra is megfelelő maradjon. A festék maradékát, ha arra nincs szükségünk, az erre kijelölt hulladékudvarba szállítsuk el. Az elmondottakat betartjuk, biztos a siker. Egyenletes, szép és sima falfelületeket kaphatunk. Minőségi termékeket választva pedig könnyedén alakíthatunk ki tartósan szép és egyedi falfelületeket.